Üdvözlet mindenkinek, ismételten egy kis demonstrációt fogtok látni, hogy valaki lemaradt volna róla, akkor ez az a sorozat, ahol mindenféle olyan játékot fogok nektek bemutatni, amivel még csak ismerkedem, még nem láttam, vagy pedig amit ismerek, de végigjátszás valószínű nem lesz belőle, mert nem éppen olyan a napanyag, ami túlságosan történetközpontú lenne, amiket én szeretek így végigvinni videóban. Többek között, hogyha megnézitek jobban, akkor ez bizony a Need for Speed Most Wanted 2005-ből az Electronic Arts jóvoltából. Na most, hogyha valaki esetleg nem ismerné ezt a játékot, akkor nézze meg kicsikét közelebbről, ugyanis érdemes. Gyakorlatilag ez az a játék, ami az autóversenyezős mindenféle gémek közül engem egyedül megfogott. Engem soha nem érdekelt ez a műfaj, ugyanúgy, mint ahogy a sportjátékokat is csak kicsivel jobban utálom, mint magukat a sport közvetítéseket, de ez egy kicsikét más. Itt nem csak a versenyen van a hangsúly, hanem igazából eléggé sok minden egyebet kell és lehet csinálni. Többek között a város rombolástól kezdve az autós üldözésen át a rendőrautó különböző leamortizálásáig nagyon-nagyon sok mindent belegyömöszöltek. És annyira sikeres volt az a játék egyébként a maga idejében, hogy azóta kapott portot többek között, ha minden igaz, akkor a PS3-ra is, vagy nem tudom, hogy emulátoros futtatás, de úgy emlékszem egyébként, hogy kapott egy HD portot, valamint Androidra is többek között megjelent, ami egy kicsikét bizarr élmény volt egyébként, amikor kipróbáltam, de nem volt rossz egyáltalán. Én viszont akkor szeretném nektek közelebbről megmutatni, hogy mit is tud ez a játék, úgyhogy az első egy-két részt fogom csak gyorsan végigvinni még hozzá egy karrier módban, és egy újat fogok kezdeni, hogy ti is lássátok a... Jaj, új karriert kell csinálnom, hú de jó. Na, tehát csak hogy tudjátok igazából, na, akkor mi legyen? Nem. Mindegy, akkor én leszek ATSF-EDC, csak mindegy. Na, és akkor megmutatom nektek, hogy hogy is indul ez a játék igazából. Hogyha valaki esetleg a Halálos Iramban című filmeket, vagy most már sorozatot ismeri, na, körülbelül ugyanaz a játék van, de őszintén megmondom, hogy melyik volt előbb, arról hupilila fogalmam sincsen. Viszont úgy tudom, hogy egy Need for Speed film is lassacskán fog érkezni. Én pedig ezt egyáltalán nem bánom, őszintén megmondom, mert hogy a játék az sokkal hangulatosabb egyébként, mint az összes hasonló film jelenleg a piacon. Úgyhogy, de én azt mondom, hogy nézzétek meg saját magatok, hogy mit tud. Már ez a rendőr villogós töltőképernyő is ott van a szeren szerintem. How's your car running? Papers. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful, he'll swap paint if he has to. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. És indul. Hát, hogyha valakinek ez a játék nem tolja fel az adrenalin, de úgy mondjuk plafonra, akkor azzal valami komoly probléma van. Ja igen, és hogy a szembeforgalomról ne is beszéljek egyébként, ami egyébként relatíve gyakran előfordul ebben a játékban. És egyébként, hogyha valaki játszott a különböző... tehát hogyha valaki látta mondjuk tényleg a különböző hasonló filmeket, azoknak annyira nem lesz meglepő ez az egész koncepció. Hoppáska, hú, de elhúzott mind a vadlibek. Ja igen, ez még csak egy ilyen bevezető igazából a sztoriba egyébként, mielőtt még valaki nézni, hogy mi történt. Na itt 6 nappal az előtti események.
Oh man, did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention patrol division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. Nice pinstripe. Na és rögtön egy pöpec kis versennyel indítunk, hogy most lesznek-e rendőri szervek igazából, arról hupilila fogalmam sincsen. Búgtad öreg? Helyzet az egyébként, hogy marha változatos a játék, ugyanis amellett, hogy iszonyatos mennyiségű helyszínt lehet bebarangolni, amellett még folyamatosan lehet autókat vásárolni, fejleszteni, nagyon-nagyon sok minden ilyen állokkolható dolog van. Iszonyatos mennyiségű ilyen kis kerülő és egérút van menet közben, amiket érdemes is egyébként kihasználni. Tekintve, hogy nagyon sokszor van egyébként, hogy a rendőrök elől kell menekülnünk, ami nem éppen a lehető legjobb dolog, és ilyenkor lehet például olyanokat csinálni, hogy összeborítani egy-egy épületnek a homlokzatát, vagy hasonlók. Na, az például, hogyha eltaláltam volna, vagy azt, akkor az össze is jött volna. És menet közben, mint láthatjátok egyébként, a némi kis nitróval korrigálom állandó jelleggel itt a dolgokat. Érdemes. Na, ez az egyik játék egyébként, amit szoktunk használni arra, amikor sokan gyűlünk össze egy helyen. Hoppácska, na ezt még egyszer. Gyerünk. Na, tehát igazából, amikor egymást szoktuk gyalázni a kedves hölgyekkel és urakkal, akkor többek között ez a játék szokott fölbukkalni, mint lehetséges alany. Na, csak egy másodperc, azt még talán be tudom hozni. 78%-on vagyok. Az a kicsúszás, az csúnya volt. Az nagyon csúnya volt. Nagyon-nagyon-nagyon csúnya volt a fenébe, nehogy már bukjam ezt a versenyt rögtön az elején. Á, de elszoktam már tőle. Na. Azt hiszem, hogy ezt újra elő kell majd vennem, srácok. Na, tehát valahogy így néz ki egyébként egy verseny. Hát, én szerintem fogom magam is kilépek, nem fogok most itt versenyezgetni még egyszer a fiatalemberrel. Szerintem a célomat elértem, hogy megmutassam nektek ezt a rendkívül jó játékot. Én nagyon remélem egyébként, hogyha eddig nem tettétek, akkor utána néztek, és jelezzétek, hogy ki az, aki végig tolt. Őszintén megmondom, én az utolsó kergetőzésnél állandó jelleggel elvéreztem, tehát mindig volt néhány SUV, amelyik ordasmódon szétlapított. Hát remélem, hogy nektek több sikeretek lesz vele. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ismételten, legyetek jók. Sziasztok!